mindjárt 17:00. Keresem magam. Szokás szerint megint egy ilyen 10 másodperc késésben vagyok, de már meg is van. Jó, hangot levesszük. Ölni! 13:25, Atya Mária. Gyertek, gyertek! Picit itt elrendezem a dolgokat, hogy jobban lássam, hogy mi újság. Egy pillanat, és itt is vagyunk. Azt mondja, hogy... Megkeresem közben azokat a videókat, amiket szeretnék majd belinkelni nektek. Azért bénázok most egy kicsit. Kikészítettem ide előre, de... Persze, hogy becsuktam közbe. Jó, nagyszerű. Visszanézheted, igen, vissza fogod tudni nézni. Mindenki vissza fogja tudni nézni. Szokás szerint, ahogy szoktuk, föltöltjük a Penta oldalára. És akkor mindenki vissza tudja nézni. Mindenkinek nagyon örülök. Hello, hello, hello. Semmi baj nincsen. Van ez így. Most már egyre inkább jön a jó idő. Végre jön a nyár, így június végére. Abszolút belefér, hogy itt a levegőn vagytok inkább. Támogatom is. Minden videó visszanézhető, a korábbiakat is meg tudjátok nézni. Ezt is meg fogjátok tudni nézni. Tudom, 2 perc, 6. Szerintem kezdjük el, jó? 63-an vagyunk. Az már szép, szép napot mindenkinek, így van. A múltkor, már jó múltkorában, korábban készítettünk egy ilyen technikaórás anyagot a bársonyporokkal. Most azokat vagy azt a videót szeretném belinkelni nektek, mert annak a folytatása lesz ez a mostani. Úgyhogy... az alábbi linken, amit most betettem kommentbe, meg tudjátok nézni. Hogyha nem volt meg, nem mennék teljesen az alapoktól, egy nagyon gyors ismétlés, hogy mire is számíthatok ma, hogyha velem tartatok. Ugye azt mind tudjuk, hogy vannak a pentakolonnál kapható pentártos porok. Bársonyporok, de már... Tudjátok, mi van? Nagyon sokadik élő, de én még mindig izgulok. Egyszerűen ezt nem lehet megszokni szerintem. Úgyhogy kicsit próbálom összeszedni magam. Sajnos nem jöttem rá, hogy hogy lehet beállítani azt, hogy az élőben ne tükröződve jelenjenek meg a feliratok. De igyekszem majd mindig mondani, hogy mit látok. Tehát a bársonyporokról lesz ma szó. A múltkori előadásban elkezdtük, hogy hogyan néz ki igazából ez az anyag, hogyan és mire lehet föltenni, mi az, amire ragaszthatjuk, mi az, ami megfogja, és mi az egésznek a lényege, hogyan néz ki, mit érdemes vele csinálni, mit nem. Egy gyors ismétlésképpen elmondanám, hogy nagyon kényes anyagról van szó. Tudnotok kell, hogy iszonyatosan fogja a port, mint általában a bársony dolgok, a bársony kanapé húzatok, vagy már csak a díszpárnák, vagy hogyha van egy bársony kabátotok, akkor is biztos tapasztaltátok már, hogy retteltesen fogja a port. Ezért szeretnék mindenkinek felhívni a figyelmét rá, hogy olyan helyeken alkalmazza, ahol ez nem probléma. Tehát ha mondjuk képkeretre teszitek föl, akkor számoljatok vele, hogy le kell tudni majd porolni, mert meg fog állni rajta minden, és látszódni fog. Ma szeretnék egy kicsit tovább menni, nem csak ilyen fix felületeken használnám, mint a fa, vagy a festett fa, hanem szeretnék vele stencilezni textilre. Hogy ennek mi az értelme, azt majd menet közben úgyis megbeszéljük. Igazából
amit nagyon fontos tudni, hogy az így textiles stencilezett bársonyporral készült tárgyakat nem tudjátok majd kimosni, mert tönkre megy az anyag. Tehát mindenképpen olyan funkciót kell neki keresni, ahol nem zavaró, hogy nem tudjátok kimosni. Én arra gondoltam, hogy a levendulapárnáim, amit majd készítek, amikor megszáradt az idei levendulatermés, azok kiválóan jó alapot szolgáltatnak majd ehhez. Úgyhogy mielőtt belevágunk abba, szeretnék néhány azóta, az előző adás óta felmerült kérdésre válaszolni. Most említettem akkor, hogy a bársonypor áttetsző. Jöttek erre reakciók, hogy a bársonypor nem áttetsző. Nyilván nem olyan értelemben áttetsző, mint ahogy én mondtam. Csináltam nektek egy mintalapot. Nem fekete és fehéreket használtam, hanem egy sötét barna és egy ilyen bézses színt, amire fehér és bézs bársonyport tettem föl. Most a fények miatt annyira nem látszik, de szeretném megmutatni, hogy azért áttűnik az, hogy hol van fekete a bársonypor alatt, és hol van hasonló, közel hasonló szín alatta. Itt azért látszik, sejlik ez a vonal, ami elválasztja az alapokat. Miért fontos ez? Ahogyan a legtöbb, és egyébként így a videóban nem is jön át, hogy mennyire élőben sokkal jobban látszik. A legtöbb problémát azt tudja okozni minden munkánál, hogyha nincsen megfelelőképpen aládolgozva, előkészítve a felület. A bársonypornak az egyik titka az, hogy nagyon érdemes foglalkozni azzal, hogy hova és hogyan tesszük föl, és milyen színű az az alap, amire föltesszük, és milyen színű port teszünk rá föl. Ezeknek az, tudom, ez így egy kicsit bonyolult, de hogyha erre egy pici időt fordítotok, hogy átgondoljátok, és alaposan aládolgozzatok, akkor olyan gyönyörű eredményt lehet kapni, ami tényleg makulátlan, egyenletes lesz, éles lesz a széle, nem lesz vele semmi probléma. Tulajdonképpen ugyanúgy kell vele bánni, mint a festékekkel. A festékeknek is az aláalapozása egy gyakorlati, nem véletlenül van kitalálva, egy gyakorlati oka van azon felül, nyilván, hogy van olyan felület, amin anélkül is megtapad, például a kezeletlen fákon, anélkül is megtapad a festék, de az alapozó réteg ad egy olyan alapot, ami által kevesebb festékre lesz szükség, például, és egyenletesebb lesz a szín, amit festünk. Nem tud beszívódni annyira a fának a porózus szerkezetébe a festék, és nem egyenlőtlenül szívódik be. Miért mondom el ezt most? Mert a textilek hasonlóképpen működnek, mint a kezeletlen fa. Azok is hajlamosak hirtelen beszippantani magukba a színanyagokat, és egyenletlenül is oszlik el egyébként sok esetben a festék, hogyha nem vigyázunk. Szeretném ezzel kezdeni a mai órát. Jó, hogy egy meglepő textiles verziót próbáljunk ki. A textilekre való, bársonyporral való stencilezés, már hosszú a címe is, egy igen kényes folyamat. Miért mondom, hogy kényes? Mert nagyon eleve a stencilezés, hogy szép eredményt kapjunk, egy nem olyan egyszerű történet, és sok gyakorlást igényel. Most ez textilre kicsit hatványozottabban működik. Milyen stencileket javaslok én használni egyébként is azoknak, akik még nem olyan jártasak a stencilezésben? Vannak ezek a, nem is tudom, hova tettem. Vannak ezek az öntapadós, egyszer használatos stencilek, amik, most mutatom, ez pont egy ilyen karácsonyi ív. Így néz ki. És ezeknek az az előnye, hogy mint egy matrica úgy működik. A hátoldala teljesen be van vonva a ragasztószallaggal, a szallaggal, a ragasztóanyaggal. Ezáltal, hogyha letesszük, akkor onnantól nem mozdul el, és az élei is, illetve a határok is határozottan fognak kijönni. Ezek a matricák, mint rendes matrica, néhány, nem tudom, fél milliméter vastagsággal rendelkeznek, de van egy vastagságuk, van egy testességük, amit, hogyha kihasználunk, akkor a bársonypornak a testességével együtt egy nagyon érdekes és már-már télben kijövő mintát fogunk kapni. Nyilván használhatóak a hagyományos stencilek is, de kezdőknek ezt ajánlom mindenképpen, ezt a fajtát, mindenféle mintával lehet kapni. És hoztam egy ilyen kis
mintalapot, illetve kettőt is. Mutatom nektek. Így néz ki. Egy nagyon sűrű szövésű lemvászonra dolgoztam, tehát mint általában a felületeknél itt is fontos, illetve javasolt arra figyelni, hogy sűrű szövésű legyen az anyag, amit használtok, mert minél egyenletesebb a felület, annál egyenletesebb lesz az eredmény is. Van egy olyan terméke a Pentártnak, amit a textilekre nagyon javaslok használni, ez pedig a textil médium, ami így néz ki, fabric medium a felirat rajta egyébként. És ezt a textil médiumot úgy használjuk, mint a festékeknél az alapozót. Legalábbis én azt mondom nektek, hogy érdemes használni. Milyen színű, milyen hatású lesz az anyag, hogyha ezzel bekenjük, változik-e a színe? Példaképpen mutatok nektek egy ilyen ívet. Ez az eredeti anyag, és ez az, ami be van kenve a textil médiummal, és megszáradt. Tehát nagy változás nincsen, egy icipicit talán sötétebb, de ha megszáradt, akkor onnantól kezdve nincs nagy változás. Tapintásra olyan lesz, mint a viaszos vászon, ilyen kicsit műanyagos, viszont maximálisan rugalmas. És ez így egy olyan bevonat a textil tetején, ami nem engedi, hogy a textilfesték, vagy bármi más, amivel rádolgozunk, utána szétszaladjon rajta, vagy egyenlőtlenül oszoljon el. Ezért javaslom, hogy ha ilyesmire adjátok a fejeteket, hogy bársonyporral stencileztek textilt, hogy ezt a médiumot használjátok alá. Szeretnék egyúttal bemutatni egy újdonságot is, amit már talán láttatok, hogyha néztétek a korábbi videókat. Ez pedig ez, így mutatom, talán így jobban látszik, a ragasztó toll, amiben öntapadóra száradó ragasztó van, ugyanúgy, ahogyan a tégelyes vagy a csőrös kivitelnél. Így nézett ki, amit eddig használtam, és amit javasoltam nektek a bársonypor alá. Na most ennek van egy ilyen verzió, és akkor ezentúl fontos tudni, hogy a kettő nem ugyanaz. Tehát nem ugyanaz van ebben a tollban benne, mint ami a tubusban. Ami a tollban van, az egy picit hígabb történet, ezért egy picit be kell gyakorolni ennek is a használatát, egyébként ennek is. Így néz ki, egy rendes filc, kicsit én már befeketítettem a végét, és hogyha kiszeditek a csőrét, akkor ez egy ilyen kiszedhető szár, a másik vége pedig egy ilyen, hogy is hívják ezt? Van ilyen tészta is, tudjátok, ez a penne, olyan kis vágott a vége. Tehát van neki egy ilyen vége, és ez a rendes filctól vég, idézőjelben mondom a rendest. Mind a két végét tudjátok használni. Mindjárt egy pillanat, és belinkelem azt a videót, ahol a Pentánál a Faragó Kriszti már bemutatta nektek, hogy hogyan működik, és mik a legfontosabb tudnivalók bele kapcsolatban. Adom is. Érdemes megnézni, nagyon jó tippek vannak benne, nagyon jó ötletek, és hogyha érdekelnek a részletek, akkor mindenkinek javaslom, hogy próbálják, különben egy nagyon jó kis anyag, és egy nagyon jó kis eszköz, abszolút gazdaságos, és különben, ahogy látni fogjátok, nagyon érdekes dolgokat lehet vele csinálni. Első körben mutatnék egy olyan példát, ami nem is tudom, hogy hogyan jutott eszembe, de mindenképp szerettem volna kipróbálni. Vettem ezt az anyagot, amit bekentem textil médiummal, és ezzel a ragasztó filccel áthúztam ezeket a vonalakat, amik egyébként gyárilag vannak rajta. Ez egy nyomott minta, a lenre nyomott minta. És kaptam egy ilyen eredményt. Hogy mutassam, hogy jobban hogy jobban látszódjon. Egy nagyon érdekes hatás, amikor a rugalmas textilen rajta van a rugalmas bársonyból egy rugalmas ragasztóba beleragadva, és térben is, bár így nem tudom úgy mutatni nektek, hogy látszódjon, térben is egy kicsit kiemelkedik, fogok készíteni képeket róla, és akkor jobban fog látszódni, mint így, illetve már készítettem is, és azokon látszik, hogy mi a lényege. Pontosan ugyanúgy működik, mint egy rendes filctól, csak
kicsit föl kell rázni, nem tudom, kicsit nagyon föl kell rázni használat előtt, és ahogy nem tudom, hogy használtátok-e már ezt a fajta tollat, egyébként meg kell egy kicsit pumpálni, ha fogtok egy papírt, akkor ilyen függőleges mozdulatokkal kicsit, ha pumpáltok, akkor betöltődik az elején ez a szivacsos kis hegye, hasonlóan, mint mondjuk a krétafilcek, amikkel az ablakokra lehet írni, hasonlóan működik. Nekem volt egy olyan kérdésem, megkérdeztem Lagbert, hogy mit javasol, hogyan lehet teljesen biztosra menni, hogy ne száradjon be, hiszen ez mégiscsak egy ragasztó, és azt a megoldást javasolta ő, hogy használat után érdemes kiszedni ezt a kis hegyet, és meleg vízben, szappannal, mint ahogy mondjuk a ragasztó, az öntapadó ragasztót az ecsetből ki lehet mosni, úgy ebből a kis hegyből is érdemes kimosni, illetve a tárolását célszerű a hűtőben, a sima hűtőben tárolni, mert most, hogy jön a nyár és jön a melegebb idő, valószínűleg sokkal könnyebben fog minden festék kiszáradni. Mi a kaligráftollhegy, mint a kaligráftollhegy, igen, hasonló, abszolút, így ilyen kis vágott vége is van, meg ez a rendes filztollas vége is van. Nos, jó. Textíre így működik. És mindenképpen javaslom alá a médiumot fölrakni, mert hogyha nem teszitek föl, akkor ez a hígabb ragasztó beleivódik a szövetébe a textilnek, és nem fogja megfogni a bársonyport. Így, hogy föltettük a textil médiumot alá, így nem ivódik be, rajta marad, ott szárad meg átlátszóra. Egyébként egy ilyen halvány teljes színe van, hogy mégis lássuk, hogy hol van, de teljesen átlátszóra szárad, pont úgy, mint a nagy testvére. Így a médiumnak a tetején megáll ez a ragasztó, és nagyon szépen bele lehet dolgozni. Ha megnézitek, akkor egy olyan, hát olyan 3-4 mm széles csíkban lehet vele dolgozni. Ha megfordítom a hegyet erre a kaligráf hegyre, ahogy olvastam, sokkal vékonyabbat is lehet vele húzni, de van az a szélesség, amikor már nem nagyon érdemes kockáztatni, mert nyilván ez a hegy nem ontja magából a ragasztót, hanem pont azt a mennyiséget adja ki, amire szükség van az adott munkához. Hogyha ez a vékony csík túl vékony és nagyon kevés is a ragasztó, akkor könnyen előfordulhat, hogy nem kerül elég ragasztó arra a felületre, és ezért nem tud beleragadni a bársonypor. Hűvös víz, jó? Bocsánat, nekem a meleg víz, ez akkor ez valamiért így beragadt rosszul, de köszönöm szépen, akkor hűvös víz. Ha tovább haladunk, akkor viszont szeretnék nektek a bársonyporra koncentrálni, és akkor térjünk át ezekre a figurákra, illetve ezekre a mintákra. Mi a különbség a kettő között? Mutatom nektek. Előkészítettem egy ilyen szürke vásznat, amire felragasztottam ezt az öntapadós stencilt, és körbe ragasztottam a papírszalaggal, hogy még véletlenül se fordulhasson elő az, hogy itt a stencil szélénél túlfutok, és ide is kerül ragasztó a textilre, mert nem az lenne a fő cél. Így tudjuk előkészíteni a textileket. Ebben az esetben, hogyha nem ezt a tollat használjuk, hanem az eredeti öntapadóra száradó ragasztót, akkor nincsen szükség alátenni a textil médiumot, mert ez egy jóval sűrűbb anyag, ez nem tud úgy szétfutni a szálak között. Én ehhez, hogy föltegyem azt a ragasztót, ecsetet szoktam használni ezeknél a stencileknél is, de lehet használni a szivacsecsetet, vagy bármi más hasonló eszközt. Veszek ki egy, hoppá, majdnem rosszat tettem, nem a textil médium, hanem az öntapadós ragasztó. Teszek ki egy kicsit. Nem is nagyon kell rá figyelni, mert hogyha alaposan oda ragasztottuk, akkor ez ott szépen meg is marad. És alaposan átkenjük a mintát, a stencilt, az öntapadóra száradó ragasztónak a csőrös verziójával, nem a toll verziójával, mert nem tettünk ki alá médiumból. Egyébként, hogyha van alatt a médium, akkor a toll verzióval is működik abszolút. De mutatni fogok egy példát, ahol
a toll verziót próbáltam ki, a toll verzióval rajzoltam ki ezeket a mintákat, amiket a stencil ad, viszont még ennek az öntapadósnak is alá tud folyni, hogyha nem figyelünk, mert ez tényleg egy annyira híg ragasztó. Nos, be is kentem. Vékonyan vittem rá föl. Nem is nagyon látszik, hogy minél gyorsabban száradjon meg. És akkor ezt félreteszem megszáradni, addig megmutatom, hogy a másik lapon mit sikerült kikísérletezni addig. Vettem egy ilyen rendes idézőjelbe, egy olyan stencilt, egy betűstencil egyébként, aminek nincs öntapadós réteg a hátoldalán, és ahogy a Faragó Kriszti videójában is láthattátok, egyszerűen fogtam, az alapra tettem, és körberajzoltam tollal, mint ahogy a betűs sablont használjátok, leteszitek, körberajzoljátok, és ragasztóval kitöltöttem ezeket a ragasztó tollal kitöltöttem ezeket a betűket. Nem tudom még közelebb tenni, mert itt meg már nem lesz éles. De azt szeretném vele mutatni és érzékeltetni, hogy gyönyörűen működik addig, amíg ezt a bizonyos vastagságot vagy szélességet el tudjátok érni vele. És itt, ahol látjátok, itt már körülbelül 1 mm széles minta lenne, itt jóval halványabb lesz, mert nem tud a megfelelő mennyiségű ragasztó ott maradni, így, hogyha ezzel a filccel tesszük föl. Ezzel számoljatok, hogy kényelmesen legalább 2-3 mm széles csíkot érdemes vele tervezni, annál keskenyebbet, egy kicsit neccesebb. Jó? Ezt is le fogom fényképezni, sokkal jobban látszik úgy. Itt mellette, ez egy fa alap, itt már nem textilről beszélünk, itt mellette két mintát láttok. Ez a minta, amit itt mutatok, egy picikét széjjel van folyva, hiába bársonyt poroztam a türkiz bársonyporral. Egy picit pontatlanabb, ez látványosan pontosabb minta egyébként. Ezt a példát arra szeretném mutatni nektek, hogy ilyen az, amikor az öntapadós stencilt kiszínezem a filc tollal, a ragasztó filccel, egy picit pontatlanabb lesz, alá fog folyni, szemben ezzel, ahol az öntapadóra száradó tubusos, illetve tégelyes ragasztót használtam. Ez sokkal, sokkal stabilabb és sokkal élesebb határokat, kontúrokat fog kiadni. Jó, köszönöm. És visszatérve erre a mintára. Ennél a mintánál egyébként szintén látok egy kis különbséget. Ennek a különbségnek pedig az az oka, hogy ennél a mintánál az öntapadóra száradó stencilt fölragasztottam a textilre. Rajta hagytam. Úgy vontam be a ragasztóval, és rajta hagyva vontam be utána a bársonyporral is, csak a legvégén vettem le róla a stencilt. Itt bevontam a ragasztóval a stencilt, levettem a stencilt, és hagytam, hogy megszáradjon a ragasztó itt szabadon a stencil nélkül, és utána, amikor már átlátszóra száradt, akkor vontam be. Miből adódik ez a különbség? Elsősorban abból, hogyha levesszük a stencil formát a textilre stencilezésnél, akkor utána a bársonyporral, amikor dörzsöljük be, a textilnek a szövésébe hajlamos ez a bársonypor beleülni, hiába nincs ott ragasztó. Ezért célszerű úgy stencilezni vele, ahogy az előbb mutattam, hogy rajta van a forma, leragasztottuk, bevontuk a ragasztóval, még mindig rajta van a forma, és így fogjuk bevonni a bársonyporral is, és így biztosítva van az egész felület, hogy csak oda kerül a bársonypor, ahova egyébként kell, hogy kerüljön. Ám amíg ez a dolog itt megszárad nekünk, addig mutatnék még egy érdekességet, hogy miért mondtam a vékonyabb vonalat. Kísérletként csináltam egy olyan verziót, ahol kinyomtattam egy vékony vonalból álló feliratot, egyébként azzal ideírva, nem túl olvasható, pláne nem fordítva, hogy légy bátor és kedves. Ez egy hamupipőke idézet egyébként.
Viszont azt akartam vele kipróbálni, hogy mennyire lehet ezt a finomságot és ezt az aprólékosságot visszaadni, hogyha a tollal átrajzolom, és utána bevonom a bársonyporral. És az eredmény ilyen lett. Itt van alatta. Tehát alapvetően egész szépen visszaadja, csak ott, ahol már vékonyabbak a betűk, mint például itt az E betű, az egy egész pici rész, ott, ahol látjátok, már nem adja ki ezt a középső kis lyukat, és egy picit így össze olvad az a rész. Ez egy körülbelül 2 mm széles vonal, amivel meg van rajzolva ez a felirat, és ez a felirat így, hogyha át van húzva a tollal, egy olyan 3-4 mm, de inkább 3 mm szélesre nő. Tehát, hogyha ezzel próbálkoztok, akkor mindenképpen számoljatok bele, hogy túlságosan vékony, túlságosan finom vonalakat nem biztos, hogy olyan tisztán ki fogja adni egyébként, mint amennyire szeretnénk. Viszont találtam egy ilyen szép A betűt, próbáltam olyan mintát keresni, ahol nem, ez a vékonyság nem tud problémát okozni, és arra gondoltam, hogy kipróbálom, hogy mi van akkor, hogyha a bársonyport nem textilre, nem fára, hanem mondjuk üvegre megpróbáljuk stencilezni. Ehhez kerestem egy üveglapot, amit mondjuk bármilyen képkeretben, amit vesztek, ki lehet venni. És mint minden üvegnél, amivel később dolgozni fogtok, fontos, hogy zsírtalanítva, tisztítva legyen. Én most ehhez ezt az alkoholos tisztítószert használtam, ami spray kivitelű egyébként. És a betűt betettem az üveg alá, és a tollal szépen átrajzoltam a visszájáról. Erről is csináltam, mielőtt megszáradt volna egy képet, ezt is föl fogom tölteni, ezt is meg tudjátok majd nézni. Itt fog legjobban látszani, hogy ez egy ilyen kis teljes színű tényleg ez az anyag. Viszont ahogy látjátok, teljesen átlátszóra szárad. Próbálom úgy mozgatni, hogy látszódjon, hogy ott van az A betű már rajta, teljesen átlátszóra száradva. Igen. És most teszek rá egy kis bársonyport, hogy kiadja. Mivel az alapszínek annyira nem a szívem csücskei, egyébként festékbe sem, meg sehogy se, mindig kevergetek színeket. Ezen a textilen is, amit láttok, ez a sötétkék, ez fekete, és a kék keverékéből egy ilyen nagyon szép sötétkék született. És amit láttatok a türkiz anyagon, ez a szín is, egy ilyen keverés, ez így néz ki egyébként. És mutatom, hogy a gyári türkiszhez képest miben tér el. Egy picit tompább itt alul a gyári türkiszt, látjátok, ott fölül pedig a szürkével és feketével kevert gyári szürkét. Egy picit tompább a színe. Tehát akkor most veszek egy ilyen lilás keverést, és kiszórom az üvegre. Leellenőriztem, hogy egyáltalán a ragasztós felével van, mert annyira nem látszik belőle semmi tényleg. Ennyi port szórtam rá, és az első videóban mutatott körkörös mozdulatokkal szépen elkezdem simogatni. És már most látom, hogy gyönyörű. Tehát, hogyha nem annyira nagyon finom a minta, hanem egy picit elnagyoltabb, egy picit nagyvonalúbb, akkor gyönyörű szép lesz az eredmény, tényleg lenyűgöző, főleg ahogy így az ember keze alatt alakul és változik, a pluszt, ami nem kell, ezt visszasöpörjük, és már is mutatom nektek, hogy döbbenetes, nekem ez most lehet át fog térni az üvegre egy kicsit, mert ez tényleg nagyon gyönyörű. Körkörös mozdulatokkal simogatjuk, hogy mindenhol, minden irányban, minden irányból a szélekre is, és mindenhol rátok adjon a bársonypóra ragasztóra. Jó. És már mutatom is. Nézzétek csak.
A malt bársonypor. Hú. Még egy ilyen papírt. Egy gyönyörű volt. Itt az eredeti. És érdemes megnézni, hogy milyen éles határai vannak az üvegen is. Milyen érdekes kontraszt, amikor egy fényes felületen van egy ilyen matt. És ez a továbbiakban mindenféle technikával tovább díszíthető, tehát az üvegnek a hátoldaláról akár dekupázsolhattok is rá, vagy lefesthetitek. Abszolút érdekes eredményt ad, de az is lehet, hogy egy képet tesztek képkeretbe, és ezt az üveget teszitek rá. Szerintem az Annának fogom adni, nyilván az albetűt neki szántam. Megnézem, hogy mi a helyzet eddig. Sziasztok, sziasztok! Van valakinek olyan kérdése? Tudom, hogy nem vagyok valami összeszedett, ezért elnézést, de próbálok nagyon sok mindent átadni, és kicsit néha én is belezavarodok. Van valakinek olyan, ami az eddig elhangzottakból nem volt tiszta? Vagy van kérdés esetleg? Tegyetek föl, hogyha vannak kérdések, mindenképpen igyekszem válaszolni rá. És akkor kicsit megnézzük, hogy hogy áll a textilünk, amit kentünk. Majd látjátok, szerintem megszáradt átlátszóra a ragasztó, és ragad is. Szuper jó lett, gyönyörű, ugye? Nekem is nagyon tetszik. Kicsit lejjebb megyek, hogy lássam, mi a helyzet. Jó? Szeretnék egy olyan verziót, hogy szürke az alap. Mutatom egyébként. Ja, igen. Egy kicsit erre figyeljetek, hogy a ragasztót, hogyha fölviszitek, akkor egy műanyag felületen érdemes fölvinni, mert lehet, hogy egy picit át fog szívódni, de ez nem baj. Jó? Egy szürke alapra szeretnék szürke bársonyport felvinni, mert ez a tone in tone, ez nekem nagy kedvencem egyébként, amikor a színek nem variálódnak, csak a felületek változnak, vagy a struktúrák. Tehát így néz ki, teszek rá a bársonyporból, és ezzel a szokásos körkörös mozdulattal, mindjárt leteszem, csak azért akarom ide, hogy lássátok, ilyen kis finom körkörös mozdulatokkal elkezdem szépen beledolgozni a bársonyport minden irányból, és viszonylag a lehetőségekhez képest egyenletesen próbálom elteríteni az anyagot. Itt látni fogjátok majd, remélem, mert igyekszem majd valami jobb minőségű kamerát kitalálni itt az élőköz, de megpróbálom majd érzékeltetni, hogy milyen vastagságot ad ez a bársonypor meg a ragasztó együtt a textilen. Nagyon érdekes, és szerintem nagyon látványos is. Még minél többet simogatjátok, annál egyenletesebb, és annál jobban beledolgozzuk a bársonyport a ragasztóba, és ezáltal jobban tapad a textilhez is. Kísérletképpen megpróbáltam, hogy mi van akkor, abban, annál a verziónál, amikor nem hagytam rajta a stencilt, mi van akkor, hogyha a körülötte oda tapadt bársonypor szálakat vagy szemeket egy ragasztó szalaggal szedem föl, tudjátok, mint vannak ezek a görgős ruhatisztítók, amikor segít leszedni a szőzt. Most ez nekem nem volt kész közelben, úgyhogy ragasztó szalaggal próbáltam, és a ragasztóból abszolút nem szedte föl, körülötte viszont egészen jól felszedte a bársonyport, tehát ez egy stabil eredmény, csak arra figyeljetek, hogy utána víz ne érje. És hogyha bársonyporozni szeretnétek, akkor a bársonypor legyen minden esetben a legfelső réteg, mert ez már, hát, nagyon látszik, se lakkozást, se semmiféle viaszt, felületkezelést nem tűr, mert elveszíti azt a tulajdonságát, ami miatt szeretjük. Hogyha olyan felületre teszitek föl, ami amúgy lakkozást igényelne, akkor mindenképpen a bársonyporozás előtt le kell zárni a felületet lakkal, és akkor utána a legvégén jöjjön a bársonypor. Most nézzük meg, hogy hogy sikerült. Ez leszedem a ragasztó szallag ott, és a stencilt is. Nagyon óvatosan, hogy ne sérüljön meg. És ne ragadjon olyan helyre, ahova nem kéne. Hogyha óvatosan le tudjátok szedni, akkor
Akkor ez az egyszer használatos stencil, ez többször is használható, én már most elszakítottam, de érdemes úgy kalkulálni vele, hogy egy ilyen stencil az egy alkalom. Itt még egy pici darab itt ragadt. Szedjük. Na. Mutatom, hogy milyen lett az eredmény. Itt alul látszik, hogy egy kicsit bement a stencil alá, így is a ragasztó. Hát, azt nem tudom, hogy ki tudom megjavítani, de hogyha nem, akkor így marad. Viszont látszik, hogy próbálom így az oldalát és az élét is, hogy térbe kijön a minta, és nagyon szépen stabilan ott marad. Nem jön le. Nyilván látványosabb lett volna, hogyha ezt egy feketével vagy egy türkizzel csináljuk, de erre tudom mutatni ezt a példát. Itt ugyanaz történt, és itt látszik, hogy kijön térben. Picikét, 1 mm, körülbelül 1,5 mm, nem tudom. Jó, bedolgozzuk szépen ezt is. És ha textilekkel foglalkoztunk, akkor azért foglalkozunk ezzel a fával is, illetve ezzel a festett falappal. Mindenképp olyan festéket tennék a bársonyporos stencilezés alá, ami nem tud visszaoldódni. Miért mondom ezt? Nagyon fontos, hogy olyan festékeket és olyan anyagokat használjunk, amik az adott célnak megfelelnek, vagy a legjobbak. Például a dekorpaint azért nem annyira jó ebben az esetben, és a transferáláshoz is azért nem annyira javaslom, mert vissza tud puhulni, vissza tud oldódni, hogyha nedvesség éri, addig, amíg nincsen felületkezelve. Hát a dekorpaintre szeretnétek, valamiért az van otthon, vagy az a szín tetszik, ha dekorpaintre szeretnétek stencilezni, vagy transferálni, én mindenképp azt javaslom, hogy mielőtt vagy a stenci, vagy a transfer rákerül, előtte egy vékony lakréteg kerüljön rá föl, lehetőség szerint matt, vagy selyemfényű. Nekem az valamiért közelebb áll a szívemhez, és azon jobban meg is tapad a transfer is. A fényesen néha elúszik. Hát azon annyira nem áll meg. Viszont itt ezt a lapot, ezt akrillal festettem le, hogy ilyen probléma ne legyen. Valószínűleg ez a legegyszerűbb megoldás. Ugyanúgy, ahogy a textilnél, itt is ráragasztottam egy kicsit összetettebb mintát, tehát pont ugyanezt, mint a szürkénél, és körbe ragasztottam a papírszallaggal, úgyhogy most erre szórjunk fekete port, hogy jobban látszódjon. Ugyanúgy, ahogy textilnél is, szépen ráöntöttem egy porból, nem kell túl sok, inkább többször keveset, mert utána a visszaöntés az így. Ilyen a körkörös mozdulat. Figyeljünk arra, hogy ha már van mellette másik minta a bársonyporral, például itt ez a türkiz, akkor lehetőség szerint ne nagyon szórodjon rá a feketéből, mert képesek még összeakadni így is, hogyha már az egyik be van fejezve és meg is száradt. Hogyha különböző színű bársonyozott felületek vannak egymás mellett, akkor erre ügyeljetek. Illetve lehet, hogy célszerű így leragasztani ezt a részét, amit fölötte van, és akkor biztos nem kerül ilyen fekete por bele a türkizbe. Szépen eldolgoztuk. És akkor az egyik sarkából indulva. Illetve leszedjük a stencilt és a ragasztószallagot. Az ilyen összetett mintáknál tényleg könnyen előfordul, hogy a kisebb részek beleragadnak. Ezeket így utólag is ki tudjátok szedni. Ilyen itt is, fú, valami kis hegyes dolog kellene nekem. Az ollónak a hegye.
Úgy. Meg a másik oldalán is. Ezt nem is tudom kiszedni. Nem, majd megkikaszkálom. A lényeg látszik. Nagyon szép itt. Itt nem tudtam egy kis matricát leszedni, de ezt majd lepiszkálom, most ezzel nem húznám az időt. Nagyon szép élesek a kontúrok, nagyon szép élesek a körvonalak, és elképzelhető egyébként, hogy ezen az anyagon működne úgy is, hogyha leszedjük a stencilt. Nem elképzelhető, biztos, hogy működne. Az, hogy rajta hagyjuk a stencilt, az nekem a textilnél fontos, tehát a textilnél tudom megóvni, hogy bemenjen a szálak közé a bársonyport. Itt ebben az esetben, hogyha fára, üvegre, ilyesmire dolgozunk, nyugodtan le lehet venni a stencilt magát, miután fölkerült a ragasztó, nem is kell megvárni, hogy megszáradjon, lehúzzátok a mintát, és akkor csak a ragasztó marad itt. Nem tud előfordulni olyan, hogy mondjuk ha nagyon meleg van, akkor esetleg a stencilnek a ragasztója ide tapadna, és ragacsos felületet képezne egyébként ezen a felületen, amiben aztán meg beleragad a bársonypor, és akkor megint ugyanott vagyunk, ahol a part szakadt, hogy nem lett nagyon szép éles eredményünk. Így néz ki egyébként ez a mintalap. De azt kell mondanom, hogy nekem még mindig ez az üveg a nagy top kedvenc, hát ez olyan fantasztikus lett. Na, hogyha megnézitek egyébként azt a videót, amit belinkeltem, nagyon ajánlom megnézni, akkor látni fogjátok, hogy ez a kis ragasztótól különben gyakorlatilag végtelen felhasználási módra ad lehetőséget. Nagyon a legegyszerűbb nyilván az, hogyha a szabad kézzel rajzoltok valamilyen mintát, és abba tesztek bele mindenféle olyan anyagot, amit egyébként ragasztóval lehet ragasztani. Nem feltétlenül csak a bársonyport, akár a dekorfóliát, akár a füstfóliát, akár csillámport, bármit, vannak ezek a kis golyócskák, azokat is gyakorlatilag bármilyen apró, pici részletet ki tudtok ezzel a kis ragasztótollal emelni. Csak ugye megint az van, hogy ezt meg kell tapasztalni, hiába beszélek róla, higgyétek el, nekem nagyon érdekes használni, hiába beszélek róla, gyakorlatilag elképzelhetetlen volt a számomra, és addig, amíg ki nem próbáltam, hogy egy filctollból hogyan tud olyan anyag jönni, olyan vastagságban és olyan minőségben, hogy utána ez később megfogja azt, amit mi szeretnénk. Szerintem a más, nézem, bocsánat, közben a kommenteket, csak egyszer használatos stencilt lehet rajta hagyni, a másik utána nem tisztítható. Tisztítható abszolút. Tehát a normális stencilt is ugyanúgy tudjátok használni. Én azért forszíroztam a bársonyporhoz ezt az öntapadósat, mert szerintem ez a legkönnyebb. Nyilván sokan vagyunk, akik a stencilezéssel annyira nem vagyunk kivékülve, nem gyakoroltuk még eleget, vagy nem vagyunk benne olyan profik, de van olyan, akinek ez így könyökből, csípőből. Nagyon-nagyon egyszerűen működik. A sima stencillel az a helyzet, hogyha az öntapadós ragasztó rákerül, az öntapadóra száradó ragasztó bármilyen, akkor abban a pillanatban neki kell állni és le kell tisztítani. Tehát, hogyha sima stencillre teszitek föl ezt a ragasztót a stencilezéshez, akkor azt nemhogy nem kell rajta hagyni, hanem nem szabad rajta hagyni, ezt le kell venni, és azonnal el kell mosni, amennyire tudjátok, mert minden egyes alkalommal, főleg, hogyha nagyon finom a, mutatom inkább azt, amiket leszettem, ha nagyon finom a minta, vagy a stencilnek a széle, ezt már félbehajtottam, de próbálom ezzel érzékeltetni, akkor mindig egy picit tompul ez az él. Mindig egy kicsit ilyen, nem tudom, hogy fogalmazzak, itt marad egy kis ragasztó, itt marad egy kis festék, hogyha nem tisztítjuk meg rendesen, akkor egyre kevésbé lesz éles a körvonal, és egyre kevésbé lehet használni. Tehát, hogyha a rendes stencilt használjátok, semmi probléma nincs azzal se, csak az kicsit több gyakorlatot igényel, és utána le kell tisztítani. Illetve annál is, hogyha használjátok ezeket a stencil rögzítő szpréket, az is egy ragacsos felületet képez,
Utána annak a tárolása egy kicsit körülményesebb, hogyha nem lehet teljesen megtisztítani. Nyilván bármilyen szőz, bármi beleragad, onnantól a sablonnak, vagyis a stencének a hatékonyságát gyengíti, vagy csökkenti. 45 percet szántam erre a témára, illetve most 45 percünk volt rá, de tényleg a végtelenségig lehetne még beszélni róla. És annyi terület van, amit meg lehetne vele próbálni, hogy én ehhez nagyon kevés vagyok. Én nagyon-nagyon szeretném, hogyha vennétek a bátorságot először is, mert nyilván a legtöbbször az az indok, amiért valaki nem áll neki, mert azt gondolja, hogy neki nem megy. Ezekkel, amiket én most itt elmondtam, ezekkel a módszerekkel vagy megoldásokkal gyakorlatilag elronthatatlan. Én is el tudom rontani, persze nyilván, de próbáltam olyan megoldásokat és olyan módokat mutatni, amivel nagy eséllyel nektek is sikerélményetek lesz, és nagyon könnyen lehet látványos eredményeket elérni. Úgyhogy próbáljátok ki mindenképpen, és szeretném, hogyha megírnátok utána a véleményeteket, vagy a tapasztalataitokat. Örülök, jól van, igyekeztem. Van még esetleg kérdés, ami bárkiben beragadt, bármivel kapcsolatban, ragasztó tollal, vagy a ragasztóval kapcsolatban? Nagyon szívesen válaszolok, hogyha tudok. És hogyha nem jön kérdés, akkor viszont megköszönöm a figyelmeteket. Nyugodtan kérdezzetek később is, nyilván visszanézhető lesz ez a videó is, mint a többi. Hogyha később merül fel valamilyen kérdés, akkor tegyétek fel, és megnézem, minden videó után meg szoktam nézni, és reagálok rá, jó? Köszönöm szépen a figyelmet!